Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit, és egyben szép napot kívánok! Hálóztam a következő leckét, mégpedig a 422-est, ezt a leckét fogjuk elkészíteni. Fogadjátok szeretettel! Először is behoztam a színmintát, ebből veszünk színt, mégpedig a pipettával kijelöljük. Én már kijelöltem magamnak, és akkor hozzáadjuk az egyéni színekhez, oké. Utána pedig a következő színt jelöljük be, hozzáadjuk az egyéni színekhez. Igen, tehát itt kétszer is, háromszor is hozzáadhatjuk az egyéni színekhez, és még van egy sötét színem majd, de majd még azt eldöntöm, hogy milyennel fogok írni. Tehát ez a két színem van. Veszünk egy lapot, 900x600-asat leokézzük, ablak eredeti méret nagyon fontos, mert itt tudunk tartani, hogy milyen nagy legyen az effekt, milyen széles legyen, milyen hosszú. Az elsőt, hát megkettőzzük az első réteget, és ezt még egyszer megkettőzzük, úgyhogy négy üres rétegünk legyen. Az elsőt beöntjük a zölddel, tehát itt, megfordítjuk, tehát beöntjük a zöldet, meg a felsőt, beöntjük a zöldet, tehát a felsőt, az alsót. A középsőt a rózsaszínnel, meg ezt is a rózsaszínnel. Ez azért van, mert egyenként fogunk dolgozni. Egyikből lesz az alap, másikból az effekt. Tehát addig ezt bezárjuk, ezt a felső kettőt, és akkor megyünk az alsó rózsaszínre, szűrők, fotomaszk. Szűrők, fotomaszk és a világosabbik fotomaszkot választjuk, és leokézzük. Tehát egyesítés az előző réteggel, amikor kész vagyunk, szűrők, domborítás, mérsékel domborítást adunk neki. Utána kinyitjuk a felső kettőt, felső rétegen állunk, tehát most a zöldnek adunk fotomaszkot. Igen, itt van, és akkor egyesítés az előző réteggel, szűrők, domborítás, mérsékel domborítás, szűrők, domborítás, mérsékel domborítás. Láthatod, hogy különböző. Ennek itt rózsaszín a vége, ennek pedig zöld. Nagyon nem jelent semmit, csak az egyikből készítem az effektet, a másikból pedig a másik lesz a alap. Tehát mindegy, most a felsőből készítünk effektet, az alsó lesz az alapunk. Tehát úgy kezdjünk hozzá, hogy ezt a középső téglalapot kijelöljük. És mondjuk neki azt, hogy másolás, jobb gomb, beillesztés, de itt a szerkesztés másolásnál is, ahogy először tanultuk, tehát lehet szerkesztés, beillesztés. És akkor ezt megfordítom egy 90 fokos fordulattal, pördülettel, és úgy tudom beállítani, hogy kézi beállítások ezen az oldalon, ugye megnyomom, és oké, ezt megkettőzöm, és megint a kézi beállítások, most a másik oldalon, jobb oldalon megnyomom, és oké. Amikor ezzel készen vagyok, egyesítjük a rétegeket. Ez alá veszünk egy új rétegürest. És oké, ezt beöntjük egy fehérrel. Na most egy fehérrel vagy egy feketével, de én a fehéret választottam most, mert szerencsésebb eset. Most felső rétegen állunk, szűrők, torzítás, ellipszis. És akkor egyesítés az előző réteggel, ebből készítünk effektet. Megyünk a szűrőkre, a szűrőkön belül a Flaming PA-ra Flexi 2, és akkor ezekkel a beállításokkal próbált, végeredményben nem változtattunk semmit, végeredményben semmit, igazándiból transponent, tehát itt ezekbe, hogyha belerakod a pipát, ez nem, tehát ebbe a kettőbe legyen pipa, és akkor oké. Remélem sikerülni fog, és fogjuk a varázspálcikánkat kivág. Amikor ezzel készen vagyunk, ugye kivágjuk ezt a kis levelecskét, akkor megyünk ide a rétegintéző segédeszközre, középre húzzuk, és fogjuk, kijelöljük
a téglalapot jelöljük be. Kijelölő pálcika, téglalap, és körbe bal gomb lenyomva tartva, körbe kijelöljük, utána jobb gomb másolás, vagy szerkesztés másolás, mindegy, beillesztés. És megnézzük, hogy melyik az, amit körülvágtunk, tehát a felső egyes, vagyis törlés az alsót. Na most itt ezzel szabadon dolgozhatunk, mivel tehát a kijelölés kicsike, és tudunk vele dolgozni. Tehát ide felrakjuk a kijelölést, a réteget megkettőzzük, és átdobjuk egy vízszintes tükrözéssel, igazándiból talán így jó is lesz, nem tudom, meglátjuk. Tehát ide passzítjuk. Itt is megnézzük a kijelölést itt fölt, és akkor egyesítés az előző réteggel, és akkor megnézzük, föltoljuk, hogy jól csináltunk-e. Ha mindent jól csináltunk, akkor egyforma helyen lesznek, tehát nagyon szupi. És akkor utána, amikor ezzel készen vagyok, akkor megyek a szűrőkre, a torzításra, a trapéz torzításra, és leokézzük. Na most ezt kaptuk. Próbáljuk egy kicsit összehúzni, mégpedig len a réteg méretezése. Látjátok, ez most is ilyen aranyos kicsi, tehát fogod, felmész ide, és így összehúzod, jaj, bocsánat, tehát ez az arányok megtartásából kivesszük a pipát, és így összehúzunk. Tehát ez körülbelül így ilyennek kell lennie. Amikor ezzel készen vagyunk, akkor rögzítés. Körülvesszük szűrők, leképezés, kontúr 3D, kontúr, nem ezzel a lilával, hanem tehát a rózsaszínnel, és ennek a sötétebb változatával nézzük csak, hogy milyen. Hát egy picit világosabbat veszünk, tehát ez már rátok bízom, hogy miért vesztek. Végeredményben ez most már nagyon jó lesz, tehát 15-ös szélesség, 100 az átlátszatlanság, és akkor az azonnali előnézet, bal alsóban van a pipa, megyünk a szűrők, leképezés, kontúr 3D, jobb felsőben van a pipa, és akkor az alját is, és az alsóm és a felső részét megkontúrozzuk. Utána levesszük a kijelölést, réteg beállítások, árnyékot is adunk neki, nem nagyot, mert nagyon csúnya fekete az árnyék, igazándiból lehetne az árnyék más színű is, de akkor meg nem látszik meg, tehát itt inkább adjunk neki, hát adjunk neki egyes-egyes, és egyes árnyék, nézzük, hogyha kihúzzuk, mit tesz. Jó, egyes árnyékot is húzzuk ki, most a réteget megkettőzzük, most attól függ, ugye, hogy tehát ide beállítjuk magunknak, megnézzük a képecskénket, nem ez az, erre már nem lesz szükségünk, tehát kikattoljuk. Megnézzük a képecskénket, egy kicsit szélesebb, ami azt jelenti, hogy tehát szélesebbnek kell lennie, körülbelül így, ez jó lesz, tehát itt középet, tehát így ekkorát veszünk, és akkor egyesítés az előző réteggel, és most, amikor ezzel készen vagyunk, megint megyünk a szűrőkre, a torzításra és a trapéz torzításra, és most egy ilyet kaptunk. Na most itt már ki tudjuk húzni. Na most én próbálom, tehát réteg méretezése egy kicsit nagyobbra kihúzni. Mondjuk ezen az oldalon így kihúzom, és akkor beállítom magamnak rögzítés. Ez már így éppen jó lesz, azt hiszem, nézzük, csak a hasonlóságot nagyon szupi, tehát jó is. És ha még nem felel meg neked, tehát az attól függ, hogy a tájképet be tudod helyezni, akkor marad. Tehát, hogyha megkettőzöd, és elfordítod, megnézed, így befele fordítod, megnézed, tehát, hogy elfér-e, nézed, tehát itt,
így, hogy elfér-e. Hogyha nem fér el, úgy látod, akkor visszamész egy nagyon picikét, és akkor még egy nagyon picikét réteg méretezéssel feltolod. Egy pillanat, mert itt most, tehát mégsem, egyesítjük először a réteget, és utána toljuk föl réteg méretezéssel, picikét feltoljuk. De én szerintem nagyon nem is kellene most a réteget megkettőzzük, hát egy nagyon picikét feltoljuk, nem nagyon, csak egy picikét. A réteget megkettőzöd, rögzítés, a réteget megkettőzöd, és elfordítod. Ugyanazt csináld, amit az előbb, viszont az előbb nem fért el, most már egy picit jobb helyzet van, de nem tudom, hogy mitől. Tehát itt fogod a réteg méretezéssel kihúzod, tehát ez is elég nagy, most itt fogod, aztán így kihúzod, hogy pont akkora legyen, tehát kitöltse a teret. Nem befele, bocsánat, nagyítjuk, tehát ez egy kicsit nagy lett. Jó, tehát ezzel így játszadozni kell. Persze, természetesen még egy picit nagyítunk rajta. Rögzítsük le, mert így könnyebb játszadozni vele. És amikor ezzel készen vagyunk, akkor ide a szélihez beállítjuk, meg ide a tetejéhez, remélem, hogy jó lesz. Egy nagyon-nagyon picit kellene még rajta húzni, és akkor már is jó lesz, tehát rögzítés. Nézzük csak, de ehhez egy kicsit közelebb tesszük, hogy pontosan jó legyen. Jó, tehát nem tesszük teljesen ki pont, jó ez így, ahogy van. A réteget megkettőzzük, és akkor átdobjuk. Hát igazándiból egy kicsit nagy, most fogjuk, aztán ide rakjuk, aztán majd összehúzzuk, tehát nincs ebből semmi probléma. Tehát ezt így, jó, tehát nagyon nehéz beállítani. Igen, ezt nagyon nehéz beállítani. Mehetünk feljebb is, mert itt, igen, nem mentünk feljebb nagyon. Réteget megkettőzzük, és egy függőleges tükrözésre átdobjuk, és itt is beállítjuk magunknak. Hát itt már tudjuk a beállítási módszereket, tehát ide érjen hozzá, meg itt is. Tehát egyesítés az előző réteggel. Minden réteget egyesítünk, és amikor ezzel készen vagyunk, akkor itt, bocsánat, ez még nem jó, tehát egyesítés, megnézem, hogy nem elváltozott, tehát egyesítés az előző réteggel, és amikor készen vagyunk, akkor most kézi beállításokkal a közepére megyünk, és így most már, hát igen, a közepére, de mégsem jó, mert látjátok, hogy alul, tehát próbálom beállítgatni egy nagyon picikét. Most a szabad átalakítást fogom alkalmazni, egy olyan 97-es, 98-as, de ez nagy, tehát 98, nézzük, talán jó lesz így. Tehát nem kell teljesen a szél, hogyha megmarad egy picikét, az nem rossz. Tehát így elég fekete lett a széle, így az egyes árnyékkal. Tehát annyira nagyon nem tetszik, tehát így. És most a szűrők, igen, nem a szűrők, hanem a, de szűrőknél az alsó réteget, mondjuk ezt kitöröljük, mert erre nem lesz szükségünk, az alsó réteget szűrők és az áfrám, ez fotofráméval. Készítünk egy
keretet. Tehát megnézzük, hogy egyformán áll-e, körülbelül nem kell teljesen kimenni neki. Hát nem szeretem nagyon az árnyékot, mert ilyen sötét-fekete lesz, tehát nincs is ebből semmi gond. Akkor most utána, hoztam ezt a hajós hátteret, másolás, beillesztés ide. Próbálom úgy berakni, hogy látszódjon a csónak, ami azt jelenti, tehát réteg méretezéssel erre elhúzom, picit nagyobb lesz, és akkor a házacska, az is látszódik, tehát így egyesítés az előző réteggel, tehát rögzítés, egyesítés az előző réteggel, és ennek nem kell csinálni semmit most, hogy ezt, tehát azt, hogy az átlátszatlanságot. Utána szerintem ezt is nyugodtan egyesíthetjük, ha megelégszel vele, ha nem, akkor még kijebb húzott, tehát rajtad áll a döntés, tehát szabad átalakításra mondjuk adsz neki egyet, csak nagyon nehéz ez az egy adása, oké, és talán ez most így jó lesz, nem tudom, és kézi beállításokkal beállítod, hogyha nagyon szeretnéd, hogy jó legyen, de itt sem jó, tehát itt feljebb van, itt lejjebb van, tehát fogod azt fel, ezt itt nagyon nehéz beállítani, igen, nagyon. De azért csak be tudod egy picit állítani magadnak. Nem a legjobb állítási módszer, mert na, most már talán jó. Egyesítés az előző réteggel, és utána pedig behozod a többi kelléket, mégpedig ezt a virágot, és a párt, Valentin napi párt, másolás, beillesztés, beilleszted a párt, úgyhogy a férfinak a fejénél legyen a széle, tehát hogy látszódjon egy kicsit a táj is, rétegbeállítások, árnyék, szintén az árnyéknál úgy vagyok vele, hogy egyes árnyék, és itt pedig megmondom nektek, 20-as árnyékot adok neki, és oké, és ilyen elmosodott árnyékot kapok. Mindjárt egyesítem is őket, tehát hogy ne kelljen. Egyesítés az előző rétege, és utána a következő dolgot teszem, ez a másolás, beillesztés, utána az a virág következik, ez így elég nagy, egy szabad átalakítással megnézzük, hogy 10%-ot, mondjuk 80-ra lekicsinyítjük, és akkor így, tehát ez itt mindenképpen látszódjon ki, tehát igen, ez itt mindenképpen látszódjon, itt legyen a széle, és akkor ennek is adunk egy pici árnyékot, rétegbeállítások, árnyék, tehát szintén az egyest választom. Oké, egyesítem az előző réteggel, és most már csak az irományok vannak hátra, tehát ami a következő, hogy... Tehát az írások, a boldog Valentin napot egy ilyen lapocskára fogjuk rátenni, veszünk egy új réteg ürest, és beöntjük mondjuk rózsaszínnel. Tehát az előző leckémben nem így csináltam, hát a kijelölést kijelöljük, felső rétegen állunk, beöntjük a rózsaszínnel, megfordítjuk, és rózsaszínnel, és akkor szűrők, leképezés, progresszív kontúrral ezzel a zölddel megkontúrozzuk. Oké. És amikor készen vagyunk, akkor írunk rá, hogy boldog Valentin napot. Napot. És akkor így már jó is lesz. És akkor hát nem tudom, hogy mekkora legyen, mondjuk 20-as az írás, talán jó, igen. És akkor itt egy picikét így lejjebb rakjuk, azért, hogy
Erre picit ráfektetjük majd a virágot. Konvertál szöveget képrétegbe, egyesítés az előző réteggel, és akkor ide rakjuk, tehát így próbálom ide rakni, így, mondjuk, és szabad átalakításra egy tízessel mínusz irányba rakom, és akkor ott, tehát itt a széle, próbálom a radírkámmal, hát veszek egy ilyen 30-as radírt, és próbálom ezt itt kiradírozni, és akkor így, tehát itt is ez a virágocska így rajta lesz. Igen, próbáljuk ezt így. Tehát rajta legyen a virág, talán, lehet, hogy nem annyira nagy, de jó lesz ez így. Hogyha kicsinyíteni szeretnénk, mert nagyoljuk, akkor természetesen nem tudom, hogyha így kicsinyítjük, mi történik. Tehát szabad átalakítás egy tízessel, talán az lenne a legjobb. És akkor utána ide berakom, tehát úgy is be lehet rakni. Igen, és egyesítés az előző réteggel, nagyon szép, és utána már csak a vicuska tutoriál van hátra. Igen, a vicuska tutoriál van hátra, leokézzük, és akkor ezt is valahova ide helyezzük. Hát azt pontosan még nem tudom. Lekicsinyítjük, konvertál szöveget képrétegbe, szabad átalakítás. Hát igen, ott lesz a helye, szerintem. És akkor, na most itt szeretném megmutatni, hogy a hatásoknál az árnyékban van a pipa, mínusz egy, kettő, és a feketét használjuk, hogyha valaki akarja ezt. És akkor külön nem kell árnyékolni, külön nem kell domborítani. És akkor ezt konvertál szöveget képrétegbe, megkettőzöm magamnak, és fogom. Hát úgy néz ki, hogy nem kettőződött meg. Megkettőzöd magadnak most már, jó. És akkor ezt még egyszer ide szépen ide helyezzük. Tehát itt látható, hogy itt van. És akkor én magamnak kiradírozom, mondjuk a... melyik rétegen is állunk, tehát... Ez a felső, ez itt az alsó szerintem, tehát itt most kiradírozzuk, igen, ez az alsó, és akkor itt van, tehát ezt itt beállítjuk valahova, ahova szeretnéd, akár ide, akár oda, mindegy, tehát akár ide akarod, bárhova rakhatod, még ide bele is, igazándiból. Na most itt van egy, ami ez nekem így nem tetszik, tehát ezt egyesítettem már, aztán nem tudom. Tehát ezt itt valahogy... Tehát nem tudom, most megkeveredtem, tehát ezt törlöm. Pillanat, ezt is törölnem kell. Tehát többet raktam bele, mint kellett volna. Hát, ezt itt nagyon nem látszik, ez a vicuska itt, szerintem. Feljebb rakom egy kicsit, ide, és akkor már is jó lesz, egyesítem a rétegeket, egyesítés az előző rétege, ha ma bele lehet kavarodni, de remélem, hogy jó lesz, és hát el tudjátok készíteni. Ezzel el is készültünk a leckével. Mindenkinek szép napot és jó munkát kívánok, hogy remélem, hogy jó lesz. Sziasztok!